A jósafvárosi piacnál javítják az aszfaltot a Nyír VV emberei. A szélsőséges időjárás az utakat sem kímélte, Nyíregyháza több útszakaszán is kátyuk keletkeztek. A Városi Üzemeltető Társaság célja, hogy minél hamarabb biztonságosabbá tegyék ezeket az utakat. A vállalat eddig 146 helyszínen végzett útjavításokat. A társaságunk folyamatosan végzi az önkormányzati tulajdonban lévő utak kátyúzását. Megvannak az utaknak a besorolási sorrendjei, hogy milyen kategóriákba tartoznak. Először a elsőrendű, másodrendű utakkal kezdünk, és utána megyünk lejjebb a kategóriák szerint. Próbáljuk mindenhol minél hamarabb megszüntetni a kátyukat. Sajnos az időjárás az nem kedvez a kátyuknak, mert például pont tegnap 10 fokkal melegebb volt, mint tegnap előtt. Ez az időjárási viszonyok, ezek nem segítik a munkánkat. A helyreállítás az úgynevezett hidegkátyúzásos technológiával történik, melynek célja a jelentősebb úthibák javításával a balesetek és károk elkerülése. Téli időszakban csak hideg aszfaltat tudunk kátyúzni, mert az aszfaltkeverők azok április elején indulnak be, amikor a meleg aszfaltot tudják gyártani. Itt most a kátyukat tudjuk megszüntetni. A meleg aszfaltos nagy útjavításos programunkban ott nagyobb felületeket, egybefüggő útszakaszokat tudunk majd megújítani. Előre láthatóan május végén, június elején tervezzük ennek az elkezdését, hogy ne zavarjuk az iskolai időszakot. A társaság eddig 3 millió forint értékben 75 tonna hideg aszfaltot használt fel az úthibák javítására. Évente átlagosan ennek duplájára van szükség valamennyi kátyú eltüntetéséhez. A vállalat arra is felhívja a figyelmet, hogy amennyiben valakinek a gépjárművében az úthibájából kára keletkezik, az útkezelőjénél kell bejelentést tennie. Önkormányzati útak esetében a Nyír VV non-profit Kft-nél kell jelezni a kárt, a továbbiakat a biztosító társaság határozza meg.